napot kívánok, tiszteltel köszöntöm mindenkit ezen a mai rendkívüli ülésen. Jáncsonyi Jánosnak, úgy beálltál, akkor megkérem a programozást és mindössze a napját. Kedves képviselőasszony, jegyzőasszony, képviselő urak, tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli tanácsülésünkön, amelynek a napirendi programját szétküldtem. 5 pont szerepelt az én a napirendén, amelyből a 3-as és a 4-es napirendi pontokat visszavonom, és így az első napirendi pont keretében Valót város alárendelt intézményének a költségvetés módosításáról terjesztek elő javaslatot. A második napirendi pont keretében javaslom, hogy a valódi szennyvizes programunk műszaki, technikai, gazdasági mutatóit hagyjuk jóvá. Az 5-ös napirendi pont keretében pedig a 2020-as 63-as számú tanácshatározatot módosítson, úgyképpen, hogy a város kórháza vezető tanácsába kerüljön még egy tagot és egy kórházat. Kérem tisztelettel ennek a napirendnek az elfogadását. Kívánom azt, hogy elfogadjuk a bemutatott formában, elfogadott formában. Ki a mellettem, ellenem tartozunk senki, tehát az első napján. Köszönöm szépen! Az első napirendi pont keretében 3 az önkormányzatunknak alárendelt intézményű költségvetés módosítási kérelmét terjesztem elő önöknek. Az első ezek közül a cimbora óvoda, amelynek az év elején 12 ezer lejt hagytunk jóvá a beruházásokra, amíg ő egy játszóteret szeretek volna bővíteni. Időnként viszont volt egy időközben viszont volt egy ellenőrzés a rendőrség részéről, amely különböző biztonsági intézkedések és felszerelések szükségességét mutatta ki, ami több mint 7000 lejtbe kerül, és kérik, hogy módosítsuk a költségvetést, hogy ezt a 12000 lejt a beruházási részről helyezzük át a működési része, hogy ennek a rendőrségi felszólításnak tudjanak eleget tenni. Ugyanakkor a második intézmény a Valódi Szabó Dávid Technológiai Liceum, amely a megadott melléklet szerint néhány vonal közötti, összesen néhány ezer lej értékben kér átcsoportosítást, ami érinti a tisztítószereket, az alkatrészek vásárlását, működési szolgáltatásoknak a kifizetését, kísértékű lejtári tárgyakból, illetve személyzeti szakképzésből veszik el az összeget ehhez. A harmadik intézményünk a kórház, amelynél egy szerencsés dolog történt, amikor jóvá hagytuk az állami költségvetési törvényben is megjelölt 1,5 millió lejt, amely általános megnevezéssel orvosi eszközök megvásárlását tűzte célul, akkor igazából a digitális röntgengépre gondoltunk, viszont a nyáron a kormány hozott egy olyan döntést, hogy az orvosi eszközökre nem kell áfát fizetni, ezért megmaradt 239 ezer lej, és ebben az összegben gondolkodtak, hogy még vásároljanak a megvásárolt röntgengép mellé újabb orvosi eszközöket. Amikor a hónap elején volt egy vezetőtanácsi ülés, akkor a vezetőtanácsnak is előterjesztettek két különböző listát, amelyről a vezetőtanács rákonyított az egyikre, és ezek a beszerzések részben meg is történtek. Most mindössze annyi kell, hogy nevesítsük a beruházási listát, az átküldött melléklet szerint lehet látni, hogy melyik az a 9 olyan orvosi eszköz, amelynek a megvásárlását a röntgengép vásárlást a fennmaradt összegből meg tudják oldani. Ugyancsak a kórháznál van egy személyzeti költség is, megemelkedett a minimálbér, amely magával hordozza minden típusú fizetésnek az emelkedését is, és így 94.900 lejt szükséges bevenni a költségvetésükbe, amiből ki tudnak fizetni különböző jogcímen fizetési járulékokat, juttatásokat. Ez nem a mi költségvetésünkből származik természetesen, hanem a minisztérium költségvetésünkből. Kérem tisztelettel ennek a határozat tervezetnek az elfogadását. Egyes szakbizottsági Valakinek hozzászólása? Ha nincs, akkor szavazzunk. Kívánom már, hogy elfogadjuk az előtt formában. Ellen tartozunk. Másik napirendi pont. Másik napirendi pont keretében az egyik az alibi programban finanszírozás nyert projektünkről van szó, amelynek el kell fogadjuk az aktualizált költségvetését, valamint a műszaki gazdasági mutatóit. Igazából a
Az aktualizált mutatókat ma, illetve az aktualizált költségvetést elfogadtuk a tavaly a 7-es számú 2022-es határozattal. A tervező arról biztosított, hogy az az összeg most is érvényes, és ezért azon az összegen nem változtattunk. Közben időközben viszont megjelent egy olyan kormány jogszabály, amely a műszaki gazdasági mutató prezentációjának a formáját adja meg, és ezt a 2.1, illetve 2.2-es mellékletben javaslom elfogadni. Amit innen fontosnak tartok kiemelni, a beruházás összértéke áfával együtt 26.907.000-rel, amelyből 26.445.000-rel az állami költségvetés része a szalídi programból, és 461.000-rel a vadott város önrésze. És hogyha megnézik ezeket a táblázatokat, akkor látják, hogy külön a vízhálózatra, külön a szennyvízhálózatra, valamint külön az esővízhálózatra milyen értékek és milyen mennyiségek vannak előterjesztve a tervező által. Kérem tisztelettel ennek az elfogadását is, hogy tudjuk benyújtani a dokumentációt a finanszírozási szerződés megkötéséhez. Egyes szakbizottság. Szakbizottságnak tárgyasztás elfogadása javasolja. Kettő szakbizottság. Kettő szakbizottság is elfogadása javasolja. Valakinek hozzá a szolgálása kérdése? Nincs. Ki van amellett, hogy elfogadjuk? Ellene, tartóztunk, vagy nem. Lehetünk valamit. A harmadik napirendi pont keretében, mint említettem, megváltozott az a jogszabály, amely előírja, hogy hány tagja kell legyen a vezetőtanácsnak a kórházak esetében, és itt a változás az önkormányzatot úgy érinti, hogy eddig két fő kellett képviselje az önkormányzatot a kórház vezetőtanácsában, most pedig mostantól pedig három kell képviselje. Már három esztendeje kijelölte az önkormányzat azt a két szemét, amelyik az akkori törvénynek megfelelően képviselte, Pászidágyi Zoltánt, illetve Bán István, ehhez kell még egy rendes tagot és egy kulcstagot javasoljanak. Kérem a frakciókat, hogy tegyék meg a javaslatokat. Rendes frakciót? Szabó Pistát javaslom. És a helyettesi állása? Helyettesi tisztséget? Nem javaslom. Élmez frakció? Nem javaslom. Valaki még akar helyettesi tag státusra javasol? Diplomával rendelkezzen valamely felsőfokú végzettség elvégzése után, valamint legyen legalább 5 év szakmai tapasztalat a következő területekről: orvoslás, gyógyszerészet, jog, közgazdaságtan, mérnöki tudományok vagy pedig menedzsment. Tehát mindenképpen felsőfokú végzettség kell legyen, ez a legelső feltétel, és akkor a felsorolt területekről legyen legalább 5 év szakmai tapasztalat. Tagok még eddig nem kellett egyszerűen az elmúlt 3 évben részt vegyenek a vezetőtanács munkájára. Ezt nem tudom megmondani, de tagok, hát van egy rákis tagok. Rákis tagok azt. Jó, akkor elhangzott egy javaslat, Szabó Péter, szavazás következik. Még van egy javaslat. Igen. Puttagok, hogy kötetetőnök. Kötetetőnök. Rendben, vállalja? Akkor megvan mind a kettő. Megkérem a munkatársaimat, hogy készítsék elő a szavazólapokat. A szavazás időpontjáig a Facebook online közvetítést felfüggesztjük. Kérem, akkor történjen meg a szavazás, és utána az eredmények ismertetése következik. Szavazás, és kívánok, hogy megszületett a határozat. Nem kell.
Nem kell kizárni, mert... Nem lévi, majd ülők az alatt. Köszönöm szépen, hogy Nincsenek egyenek, de ez eléggé. Nincsenek most. Tizéknek nyújtalóznak, mint a környéknek. Pénteki erdővidék újságban, vagy jogos az erdővidék, hogy felhagondolás a címnek. Most már látom leírva azt, hogy az a bizonyos felhagyték kibarról történt. Érzésem is nem az enyém csak, hogy felelősségre vonalas, hogy valami történt, tudom, hogy nem van borotva, és a szolgózik, de úgy ezt kérdezni. És amit itt írnak, hogy tényleg feladóját tartani a szoborig az egész, mert én személy szerint nem hiszem, hogyha neki állnak, hogy az idén be lesz fejezve, és ők még jó dolgoztak. Igen, a felvonás helyett hibában történt, hogy felelősségre volt-e volna valaki, nem tudom, hiszen mi nem vagyunk szerződő felekben. Meg tudunk maximum kérdezni, de ennek semmi fajta jó következménye, hogy mi megkérdezzük és kifejezzük a véleményünket nincsen. Holnap fognak nekifogni a munkálatnak, nyilván, hogy ezt csak holnap után tudjuk konfirmálni, hogy tényleg így történt. És letették azt a közlekedés átirányítási tervet, amely szerint három szakaszban kint a farm kereszteződésétől kezdve egészen be a szoborig fel akarják az egész szedni, visszatölteni és leaszfaltozni az ügyet. Nem vagyunk szerződő felek ebben, még egyszer ismétlem, tehát ebben a pillanatban én ezt az információval rendelkezem. A cég megtekintette a terepet, a polgármesteri voltot, megbeszélték mindazokat a dolgokat, ami a város részéről szükséges, tehát ez a közlekedés átirányítás három szakaszban, valamint a kiásott anyagnak a végső helyre való szállítása. Ezt a kiásott anyagot a város megkapja és az ő útjainak, a mezei útjainak, vagy bármi egyéb célra tudja használni. Reméljük.